jó szerencsét, kérem, hallgassuk meg a himnuszt. Hajdú Sándor, bányász voltam. Ahogy a herceg ősi rangját, oly büszkén szóval hirdetem én is, hogy egykor lenn a tárnák poklában nyűjtem életem. Feszült karokkal drága kőre vadáztam, bányász voltam én. És az volt családom minden őse, csákányos, harcos, vad legény. Családfám múltját közbevágva nem jelzi címer, pajzs, se kép. De hogyha volna, karbitlámpas csákány lenne rajt az ég. Többet jelent ez minden fényes címernél, nem csak cifraság. Erő van benne, munka, véres robot és könnyes éjszakák. Nem is tagadtam, mindig fennen hirdettem bányász voltomat, s büszkén vallom, ha egyszer Isten megsegíti sorsomat. Mert bányásznak lenni len a mélyben, harcokra menni, hős dolog. Az ember érte száz veszélyen, s örök szerencse közt forog. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hetedik alkalommal megrendezésre kerülő bányász emléknapon a Petőfi Bányáért Egyesület nevében a velünk ünneplő egykori bányászokat, kedves meghívott vendégeinket és minden érdeklődőt. Köszöntöm a Mátrai Erőmű ZRT képviseletében Herceg Pál urat, Visonta Bánya termelési osztályvezetőjét. És Pápis László urat, a Mátrai Erőmű ZRT bányaipari dolgozók szakszervezetének titkárát. Továbbá köszöntöm
Petőfi Bánya önkormányzat képviseletében Barkóczi Éva polgármester asszonyt és dr. Girán Viktor jegyzőurat. A Petőfi Bányai nyugdíjas bányász szakszervezet részéről pedig köszöntöm Olá József titkárt és Kotróc Józsefnét, valamint köszöntöm a szomszédos bányász települések polgármestereit és nyugdíjas bányász szakszervezetének titkárait és településünk közintézményeinek vezetőit és minden kedves érdeklődőt. Felkérem Juhász Pétert, egyesületünk elnökét, tartsa meg ünnepi köszöntőjét és nyissa meg a rendezvényt. Hölgyeim és uraim, tisztelt bányászok! Köszöntöm Önöket a bányanyitás 71. évfordulójára rendezett 7. bányász emléknapon. Eltelt egy év, és újra győztünk. Győztünk, hiszen Önök itt vannak. És még társadalmi összefogást teremtve köszönhetjük Önöket. Öröm számunkra, hogy a mindennapok munkája mellett tudunk időt szakítani a közös ünneplésre. Fontos nekünk, hisz ha nem ismerjük múltunkat, nem tudjuk, kik vagyunk, és az sem, merre menjünk tovább. Településünk a bányanyitásnak köszönheti létrejöttét. De mi Petőfi bányaiak sokkal többet köszönhetünk a bányászoknak, illetve a bányászatnak. Köszönhetjük egyrészt jó infrastruktúrával rendelkező lakóhelyünket, a mi és a minket követő generációk az életüket. Hisz sokunk nagyszülei az ország egy-egy távoli pontjáról származnak, de amikor nyílt a bánya, a munkahívó szavára ők ide jöttek dolgozni, itt alapítottak családot, teremtettek otthont, új hazát. De köszöntjük a bányászokat az egész ország nevében is. Ők voltak azok, akik a háború után élére álltak az újjáépítésnek, kitartóan, nagy lendülettel, bízva egy szebb és békés világban, lerakva ennek alapjait. De köszöntjük a bányászokat az egész emberiség nevében is. Technológiai fejlettségünk alapja a könnyen hozzáférhető energia és a sok-sokféle nyersanyag. Az energiahordozókat és ezeket a kincseket rejti a föld mélye. A bányász az, aki a világ talán legnehezebb és veszélyesebb munkáját vállalva felszínre hozza ezeket a kincseket a mi boldogulásunkra. A bányász nem tud hazudni. Az ő teljesítményét csillében, tonnában, vagonokban mérik. A mi bányánk már bezárt, de a bányászok itt maradtak, és adják településünk gerincét, mi fiatalok pedig, mint a végtagok, végezzük a munkát. Igaz, hogy az idő már elszállt felettük, némelyikük háta már meghajlott, de a jellemük egyenes, és a tekintetük őszinte. Ezért mi mindannyian büszkék lehetünk rá, hogy ismerjük őket, településünk, kis hazánk alapítóit, országunk újjáépítőit. Ezért mindannyiunk nevében azt kívánom Önöknek, hogy még sok-sok alkalommal tudjunk itt találkozni, és elmondhassam Önöknek újra, győztünk. Hölgyeim és uraim, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kívánok Önöknek a hátralévő remek naphoz jó szórakozást, mindannyiunk közös jövőjéhez pedig jó szerencsét. Köszönöm szépen. A mai napon is, immáron 7. alkalommal szeretnénk ismét köszönteni egykori bányászainkat, a Petőfi Bányáért Egyesület emléklapjának átadásával.
de előtte felkérném köszöntő szavak elmondására a bányász szakma képviselőjét, Herceg Pál urat, a Mátrai Erőmű ZRT osztályvezetőjét. Tisztelt ünneplő közönség, tisztelt Petőfi bányai bányászok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, mind a magam, mind pedig a Mátrai Erőmű ZRT nevében. Őszinte örömmel tettem eleget ennek a kedves meghívásnak. Amint készültem erre a mai megemlékezésre, Babits Mihály sorai jutottak eszembe, amely így fogalmaz. Amint fogy, fogy a jövendő, egyre drágább lesz a múlt. Ezen gondolatok nevében és jegyében gyűltünk össze a mai napon, hogy az egyre drágább múltra emlékezzünk. Engedjék meg, hogy mondandómat személyes pályafutásom felemlegetésével kezdjem. Én ugyanis 19 évet dolgoztam mélyműveléses szénbányászatban, és immár 9 éve, hogy a külfejtéses lignitbányászatban dolgozom. Ha ezt a két ágazatot összekapcsoljuk, akkor már is megérkeztünk Petőfi bányára. A mélyműveléses lignitbányászat bölcsőjébe és központjába. Ne vegyék tolakodásnak, de úgy érzem, hogy hazaérkeztem Önökhöz. Erre a bányásztelepülésre, amelyet a bányászat hozott létre. Azon kevés települések sorába tartozik, amit a hazai barna szénbányászat hozott létre. De kezdjük a múltal. Az emberiség története szorosan összefügg a bányászat történetével. Gondoljunk csak bele. Az emberiség őstörténetének korszakai a bányászat termékeiről lettek elnevezve. Például vaskor, bronzkor, rézkor. Ahogy fejlődött az emberiség, úgy fejlődött a bányászat is. És mindez igaz fordítva is. Ahogy fejlődött a bányászat, úgy teremtette meg a lehetőségét az emberiség fejlődésének. Ma is a bányászat teremti meg a társadalmi fejlődés és a modern társadalmi lét alapjait. Nézzünk csak szét magunk körül. Mi nem bányászati termék a környezetünkben? Az energiahordozók, a szén, a kőolaj, az ércek, az építőanyagok, a fémek, az úgynevezett műanyagok nagy része mind-mind a föld kincse. Tehát mi bányászok, úgy gondolom, fontos részei vagyunk a társadalomnak. A bányásztársadalom tagjai minden korban maximálisan hozzájárultak az emberiség fejlődéséhez. Kiváló tudósok és szorgalmas kétkezi emberek dolgoztak közöttünk. A bányászat mindig a műszaki fejlődés éllovasai közé tartozott. És így érkeztünk megint Petőfi bányára. A mátrahajai mélyműveléses lignit bányászat ugyanis kénytelen volt a műszaki fejlesztések élére állni. Az itt uralkodó nehéz geológiai körülmények között nem volt más út a sikeres termelési eredmények eléréséhez, csak a kor színvonalának legjobb technológiai módszereit alkalmazva, azokat továbbfejlesztve úrrá lenni a nehézségeken. A vizes környezetben magas agyagtartalmú kőzetekben kialakított vágatok nem voltak tartósak, a hagyományos fabiztosítású vagy kezdetleges egyedi vastán biztosítási fejtékek nem hozták az elvárt eredményeket. Sikeres kísérletek folytak a pajzsbiztosítású frontfejtésekkel oly módon, hogy azok üzemszerűen is bevezetésre kerültek. A gépesített
gyorsvágathajtás bevezetésével a frontfejtések kifutási hosszát lehetett növelni, illetve a rövid élettartamú vágatokkal és a fenntartási költségeket lehetett csökkenteni. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy a mátraaljai mégműveléses lignitbányászat nem csak országos, de nemzetközi hírnévre is szertett. Külhoni szakemberek jöttek ide tanulmányútra. Sajnos a gazdaság és a politika nem engedte tovább élni az itteni mélyműveléses bányászatot, és most manapság már nem csak az itteni mélyműveléses bányászatot, hanem az országban is tulajdonképpen ez megszűnt. Egy igazi élő mélyműveléses bánya létezik még az országban, Márkushegy, de annak is meg vannak számlálva a napjai. De mindezért nem a bányászok a hibások. A bányászok mindig megtették a maguk kötelességét, mindig hozták a tőlük elvárt teljesítményeket. Tehát a bányásztársadalom sajnos sok esetben a gazdaság és vagy a politika áldozata. Politikai rendszerváltások jönnek-mennek, kormányok jönnek-mennek, sokszor a saját politikai érdekeikért hajlandóak iparágokat bűnbakként feláldozni. Ennek áldozata lett a magyar mélyműveléses bányászat is. De a nagyüzemi külfejtések révén a Mátra és a Bükkhegység lábainál elhelyezkedő hatalmas lignit vagyon még bizakodásra ad okot a bányászat jövőjét tekintve. Ugyan súlyos fellegek gyülekeznek fölöttünk, a lignit vagyonon alapuló villamosenergia termelés fölött, ugyanis az Európai Unió normái szerint mi kénytelenek vagyunk a környezetvédelmi normákat betartani, kénytelenítőt építeni, kibocsátott CO2-ért fizetni, és az így előállított villamos energiát állítják versenytársként a külföldről behozott úgynevezett piszkos energiával. Tehát ebben az esetben sem a bányászok a hibásak. Arra biztatom önöket, hogy legyenek büszkék a múltjukra, hittel gondozzák hagyományaikat, támogassák a környékbeli bányászatnak nem csak a jelenét, hanem hiszem, hogy a jövőjét is jelentő külfejtéses lignit bányászatot, ami az itt működött gépüzem révén szintén része az önök múltjának. És még egyszer kérem önöket, ne higgyenek azoknak, akik a bányászokat bármilyen módon bűnbaknak állítják be. A bányászat mindig előre mozdítója volt az emberiségnek és a hazának. A bányászat és a hazaszeretet nem ellentétes, éppen ellenkezőleg összetartozó fogalmak. Az egyik ismert bányászdal így fogalmaz. Bárha napfényt odalent nem kapnak, hőn imádják mégis a hazát. Ezen gondolatok jegyében kívánok virágzó jövőt Petőfi bányának, jó egészséget önöknek és jó szerencsét. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm Herceg Pál úrnak a köszöntő szavakat, és a továbbiakban felkérem egyesületünk elnökét és Herceg Pált, hogy közösen adják át az emléklapokat bányászainknak.
az emléklapok átvételére elsőként felkérem Bicskei Györgyöt. Nagyon szívesen szólítom Bócsó Emilt. Felkérem Gódor Károlyt az emléklap átvételére. Nincs itt Karcsi bácsi, nem baj, majd eljuttatjuk. Gulyás Istvánt. Felkérem Hangódi Jánost. Hirka Józsefet, Kovács Istvánt, Kovács Józsefet, továbbá Kujó Istvánt, érkezik, köszönöm. Nagy szeretettel adjuk át az emléklapot Miklós Pálnak is. Nagy Miklósnak, Ondrék Lászlónak, Perlaki Jánosnak, Szabó Istvánnak, Szekeres Istvánnak, Tolnai Sándornak, és végül, de nem utolsó sorban, szeretettel adjuk át az emléklapot Virág Istvánnak is. Az ünnepség folytatásaként elhelyezzük koszorúinkat a 2007-ben az első bányász emléknap alkalmával felavatott emléktáblánál. Az emlékezés koszorúját a bányász szakma tiszteletére és a Petőfi altáró megnyitásának emlékére elhelyezi a Petőfi Bányáért Egyesület nevében Nagy Katalin és Dorner Gábor. Koszorúját Herceg Pál termelési osztályvezető helyezi el.
dolgozók szakszervezete nevében Pápis László, a Mátrai Erőmű ZRT szakszervezeti bizottság titkára koszorúz. A bányaipari dolgozók nyugdíjas alapszervezetének képviseletében Kotróc Józsefné és Olá József titkár helyez el koszorút az emléktáblánál. Nevében Juhászné Barkóczi Éva polgármesterasszony és dr. Girán Viktor jegyző helyezi el az emlékezés koszorúját. S végül, de nem utolsó sorban, a Petőfi Bányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány részéről koszorúz Novár Gyuláné és Dósa Johanna. Kedves vendégeink, ünnepi megemlékezésünk zárásaként, mielőtt meghallgatjuk a bányász himnuszt, kérem, adózzunk egy perces néma fülhajtással azon bányászok emlékének, akik ma már nem lehetnek közöttünk. És a tisztelet csendes fülhajtásával emlékezzünk a tavalyi évben elhunyt egyesületünk egyik alapító tagjára, Szabó Gáborra is, aki élenjáró volt a bányász kultúra ápolásában, és aki szellemi atya volt a bányász emléknap megrendezésének, hogy méltó módon továbbra is köszöntsük régi bányászainkat. Kedves vendégeink, most kérem, hallgassuk meg a bányász himnuszt. Thank you.
Tisztelt megjelentek, viszontlátásra jövőre!